Évtizedekkel ezelőtt természetes volt, hogy egy-egy vidéki, élvonalbeli csapatban zömében helyi és megyebeli játékosok futballoznak. Ma már más a helyzet, de a Nyíregyháza Spartakusznál szeretnék, ha minél több megyei kötődési labdarúgó szerepelne a csapatban. Ezért rendezték meg az örökösföldi műfüves pályán azt a minitornát, amelyen 44 fiatal labdarúgó adott ízelítő tudásából. A megye minden részéről, Csengertől Tiszalökig, megye 2-től MB3-ig érkeztek ezek a játékosok. Ennek a korosztálynak, ennek a fiatalabb korosztálynak a megye krémje van itt jelen pillanatban, 4-5 kivételével, 4-5 játékos kivételével. A cél az, hogy ugye minél több megyei kötődésű és nyíregyházi nevelésű játékos legyen a felnőtt csapatban. És most az edzők ajánlás alapján, valamint a látottak alapján, amit láttunk az elmúlt hónapokban, vannak itt a játékosok meghívva. A két meccset megtekintő szakemberek számára a játékosok többsége nem volt ismeretlen. A játékosok 80-90%-a nyílsúlyos nevelésű játékos. Ugye a Bozsik Akadémia edzői stábja és a Spartakusz edzői stábja, tehát több mint 10 edző figyeli őket, hogy hol tartanak, mit fejlődtek az elmúlt években, és hogy kiben van perspektíva a jövővel kapcsolatosan. Megye 2 és MB3-ból az MB1 az óriási ugrás lenne. Viszont azok a tehetséges játékosok, akik megtetszenek itt a közös edzőstábnak, ők lehetőséget kapnak arra, hogy a jövő fél évben a Spartakusszal kezdjenek edzeni, és a saját csapatukban játszhassanak, és nyártól viszont, hogyha olyan a fejlődésük, akkor a nagy csapat keretében szerepet kaphatnak. A válogatón pályára lépő futballisták közül többek neve bekerült a noteszekbe, őket a tavaszi fordulókban tovább figyelik majd a Nyíregyháza Spartakusz szakemberei.